No, nem gondoltam volna, de szemüveges lettem. Nagyon cuki ez a keret, én is nagyon cuki leszek tőle, tetszik. Ül a fülemen és az orromon, érzem. A papucs zörög, a lencsébe beleakadok, félek, hogy megkarcolom. A hulló bőröm hamar belepi. Az agyam válogat, hogy melyik szememet használja. Eddig csak a ballal nézett, viszont most nem tudja eldönteni, pedig még mindig nem lett a jobb szemem teljesen kikorrigálva, szóval nem értem, mi a baja. Fókuszálni nehéz, pislogás után áll be a kép. Fura volt felvenni először, valami nagyon furcsa, kellemetlen érzés fogott el. Láttam, de valahogy nem stimmelt. Kékfény szűrős a lencse, a világ sárgább tőle, a szemem sarkában pedig feltűnnek gyönyörű kék lila rózsaszín foltok. A lencse szélén duplán törik a kép, mellette ívesen hajlik a világ, olyan, mint egy akvárium. Olyan, mintha részeg lennék, ha gyorsan fordítom a fejem, elszédülök, minden túl éles, túl fényes, túl valós, de mégis elképesztő valótlan. A szemem előtt üveg van. Az üveg körül keret, látom, hogy ott van. Akkor is, amikor nincs rajtam a szemüveg. Kísért. Úgy érzem, szubjektív szemszögű filmet nézek, vagy játékot játszok. A képernyőn megjelenik a szereplő szemüvegének kerete. VR-ban látom a világot. A látásom oldala le van korlátozva, ha meg akarok valamit nézni, oda kell fordítanom a fejem. Képek széle hajlik, torzul, az élmény szédít. Volt már olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy be vagy zárva a testedbe? Kisgyerek voltam, amikor az első ilyen érzésem támadt. Valahogy átpaddott a tudatom, a szoba maketként hatott, túl éles volt, furcsa, másmilyen. A szemüveg éles képe is erre emlékeztet, afelé az állapot felé húz, kizökkent. 5 napja van szemüvegem. Közelre néztem ez alatt főleg, ahol nincs rá szükségem, volt egy nap, hogy emiatt egyáltalán nem vettem fel. Ma viszont kimentem az udvarra a hóesésben, és rájöttem, hogy még mindig kellemetlen az élmény, még mindig nem bír vele az agyam. Remélem elmúlik. Remélem hozzá sikerül szoknom. 2021. március 3-a délután valamikor kb. 2 óra. Már régóta nem vagy itt, nem is leszel. Elmentél, dolgod van. Vagy mégsem? 21 órán belül még lájkoltál. Ezen belül volt már a kép? Véletlenül kattintottam, fekete képek, részvétemek és kérdőjelek. 514, 514, 514. Pápa, a szemem szép lassan kinyílik, és látom, hogy nem volt ez jó senkinek. Csak egy álom, ami után kapkodok. Soha nem volt igaz. Hogy hagyhat ekkora nyomot rajtam 4 röpke év? Marketing házi feladat, határideje 13. hét hétfő, valószínűleg 12. hét szombatján fogom megcsinálni. Management ZH, 13. hét szerdán lesz, és valószínűleg a 13. hét keddjén fogok rá felkészülni. Németred bent a teszt, 13. hét szerdáján lesz, és valószínűleg 13. hét hétfőjén fogok rá felkészülni. TKM ZH, 14. hét keddjén lesz, és valószínűleg 13. hét vasárnapján fogok rá felkészülni. Marketing prezentáció 14. hét hétfőjén lesz, és valószínűleg 12. hét szombatján fogok hozzájárulni az elkészítéséhez. Terméktervezés prezentáció 14. hét csütörtökén lesz, és valószínűleg 14. hét szerdáján fogok hozzájárulni a prezentáció elkészítéséhez. Szabad kézi rajz feladatbeadás 14. hét csütörtökén lesz valószínűleg, és valószínűleg 12. hét vasárnapján fogom befejezni a feladat részleteinek elkészítését. Kedd házi feladat 14. hét péntekén kell valószínűleg beadni, és 12. hét csütörtökén tervezem befejezni, vagy legalábbis elkezdeni a befejezését. Terméktervezés dokumentáció 14. hét vasárnapján kell valószínűleg beadni, és 14. hét csütörtökén tervezem befejezni az elkészítését. Szoftverergonómia házi feladat 14. hét vasárnapján kell valószínűleg beadni, és 13. hét csütörtökén tervezek vele foglalkozni. Ezeket a feladatokat összeírtam magamnak egy órarendbe, a többi feladatom mellé, hogy lássam, hogy mikor mit kell csinálnom. És most úgy tűnik, mintha mindenre lenne időm, de nem hiszem, hogy lesz, mert sose úgy van, ahogy az ember eltervezi. Sose. Általában 2-szer annyi idő kell mindenre. 2021. május 4. Vajon jó? Az egészen jó.
fura vagyok. Nem akartam mondani. Nem tudtam a nevét. Nagyon szeretnék én is egy ilyen porcelán zsícskoráfot. Nem akarod elküldeni a renderelt képet? Nem akarod elküldeni a renderelt képet a kis szörnyecskéről? Nem emlékszem, hogy hogy hívják. Mi volt a neve? Mi lesz? Most megyek tovább. Ott hogy? A közös gyerekünk. Majd rak fel a Lécia, majd rak fel a mappába. Nem rakod fel a drive mappába? Majd rak fel a drive mappába a bútorodat, ez a közös gyerekünk. Az első tetszik, és lesz több? Mit mondok nekik? No, egy jó kis marketing prezi gyorsan. És most a termékhez tartozó piaci mutatókat nagyrészt becsléssel alapítottuk meg, természetesen használtuk hozzá a KSH adatokat és más témába vágó internetes cikkeket, de még így is nagyon kevés volt a rendelkezésünkre álló adat, és nagyrészt becsültünk. A piacpotenciálhoz elsőként a potenciális vásárlók számát kellett megállapítanunk, ezt piac felépítéses és piac lebontásos módszerrel lehet megállapítani. A piac felépítéses módszernél szegmentumok tagjainak a számát adtuk össze, a szegmentumaink a nők, lányok 15 éves kor felett, utazó férfiak, fiúk, sminkmesterek, kozmetikusok és vadrászok, illetve sportolók. Mivel csak online lehet megvásárolni a terméket, ezért nagyon fontos volt azt is figyelembe venni, hogy hányan szoktak online vásárolni. Az átlagos termékmennyiség, amit egy vásárló egy év alatt megvásárol, az 0,35, ez két évente körülbelül két évente egy. A termék átlagos ára 7275 forint, és ezekből az adatokból számolható a piac potenciál, ami ez a két érték. Az egyik a piac felépítés, a másik a piac lemondásos módszerre. Látszik, hogy a kettő az nagyságrendileg egyforma, viszont elég nagy különbség van a kettő között, ez a nagymértékű beesésnek a következménye. A piac volumen az összes ténylegesen megvalósuló messziszervásárlás a magyar piacon. Ez ugye az összes cég eladásainak az összege. A becsések alapján alapítottuk meg a piac volument, figyelembe véve a magyarok éves kiadásait, így a piac volumen értéke körülbelül 5 milliárd forint lett. A piaci részesedés az azt jelenti, hogy a piac volumenből hány százalékban részesül a mi cégünk, mivel leginkább Amazonon lehet csak megvásárolni ezt a terméket, ezért megnéztük, hogy a Backsmart termék neszeszereknek az aránya mekkora az összes neszeszerhez képest az Amazonon. És meg figyelembe vettük azt, hogy mekkora lehet a magyar lakosságnak az az aránya, aki használja az Amazont, úgy döntöttünk, ez kb. 2-5%. És az alapján számoltuk ki a piaci részesedést, ami ez a két nagyon kicsi érték. Láthatjuk, hogy mivel Magyarországon nem igazán ismerte a cég, csak online lehet kapni a termékeit, nem kapható boltban, kevés terméket is árulnak, és a marketing tevékenységük sem túl agresszív, ezért nagyon elenyésző a jelenlétük a magyar piacon, és átíthatnám a szó Zsuzsinak. Ooh.